Ha még nem tetted, előbb tekintsd meg a végtelen világok kríziséről szóló videónkat. Az Infinite Crisis magyar fordításban végtelen krízis, honosítói körökben végtelen válság egy 2005-ben indult hétrészes képregény sorozat volt, ami a DC egyik nagy eseményének névadója is egyben. A történet folytatja és újraértelmezi a végtelen világok krízise során tapasztaltakat a DC világát illetően. A történetet Jeff Jones írta. Történetünk ott kezdődik, hogy Batman és Superman találkoztak az őrtorony romjainál, ahol egy robbanás során a marsbéli fejvadásznak nyoma veszett. Minden jel arra mutatott, hogy életét vesztette. Batman az őrtorony fekete dobozát magához vette és közölte, hogy pillanatokon belül meg fogja tudni ki a tettes. Wonder Woman megjelenésével mindhármójuk köztéles feszültség bontakozott ki korábbi nézeteltérésüket illetően. Wonder Woman egyenes adásban ölte meg Maxwell Lordot, aki az igazságliga lelkes támogatója volt. A férfi gonosz tervének megakadályozásához a megölése szükségszerű lépés volt, mégis az egész világ látta. Eközben Superboy a Kent Farmon úgy akar dönteni, hogy egy balesethez megy segíteni, de mikor meghallotta a tévében, hogy Lex Luthornak köze van a dologhoz, megtorpant és nem mozdult. Nem is sejtette, hogy valakik figyelik őt és sok más hős tevékenységét. Ezek az ismeretlen személyek úgy döntöttek, hogy kénytelenek lesznek beavatkozni a földön zajló dolgok menetébe, mert végül nem lesz föld, amiért ők aggódhatnának. Miközben Bloodhavenben uralkodott újra a bűnözés, a titánok egy épület tetején gyülekeztek, ahol észszárny örömmel fogadta, hogy Donna Troy újra az élők közt van. Donna azt mondta, hogy a mitológiai titánok hozzájárulásával jött vissza az élők közé, mert valami fenyegeti a földet. Észszárny alig, hogy belevetette magát az éjszakába, egy omeg android megszállt egy hajléktalant, majd megölte a patkányfogó nevű bűnözőt. Dick elképedve nézte, hogy az omeg projekt megvalósult, és az omeg androidok -ok embereket megszállva az égbe emelkednek. Eközben a 2682-es szektorban a Polaris Galaxis kellős közepén háború dúlt, a Rantanagar háború, aminek kezelésére megjelent a zöld lámpás alakulat is. A lámpások segítségére volt az űrkalandor Adam Strange. Gatemben is elszabadult a pokol, miközben majdnem az anarchia szélén állt a város. Marvel kapitány a földre hullott. Az örök valóság sziklája. A sziklát. Ő tette. A szellem megölte őt. Megölte a mágust. Metropolisztól délre Szembács és csapata szembe találták magukat egy halom tevővel. Az őrtorony romjain a legendás hármas épp távozni készült, mikor Superman egy negyedik fél szívverését is meghalotta. Mongul volt az, aki egy csapásra elsöpörte az a célembert. Despero mondta, mi történt, de látni akartam a saját szememmel is. Hmm. Az igazság liga pusztulása. Jó napnak tűnik. Miközben a gonosztevők sorra felszámolták Metropolis mellett szembácsi csapatát, Mongul az örtonyon megragadta batman -t. A koponyád lesz a trófea a trónomon, Batman. Mongul! Kipoktál! Egy rossz napot! Hőlátásával a padlóra küldte a galaktikus zsarnokot, ám ekkor Wonder Woman kapott az alkalmon, hogy megölje őt. Superman azonnal hárította az Amazon csapását, majd mongul kereket oldott az egyik teleportáló berendezéssel. A hősök egymást hibáztatták, Wonder az emberölés miatt, batman azért, mert mindent irányítani akar, Superman pedig azért, mert nem hajlandó irányt adni az embereknek, nem irányít, holott ő a legerősebb szimbólum. Legutóbb, mikor utoljára inspiráltál valakit, az akkor volt, amikor meghaltál. Az idegenek, akik figyelték őket egy kristályos üveglapon keresztül, aggódtak, hogy a legnagyobbak is egymás ellen fordultak, és a káoszt nem tudják helyrehozni. Egy fiatal férfi egy kriptoni fülébe súgta, hogy ha tudnak segíteni ezen a földön, akkor egy hölgy életét is meg tudják menteni. Több se kellett ennek a régi, ám ismerős hősnek. Ez egy munka, Superman számára! Innentől nyilvánvaló volt, hogy kik figyelték az eseményeket a végtelen világok krízis előtti Föld 2 szupermenje, Lois lénye, az elsődleges pontosabban az első Föld hőse, Superboy, a krízis előtti Föld 3 gyermeke, Alexander Luthor Jr. Állatember a családjától búcsúzva elégedetlenül jegyezte meg, hogy a képességeit nem tudja rendesen használni, mióta furcsa módon reagálnak az állatok is a Földön zajló eseményekre. Kiborggal újra Kronoszra utazott, hogy onnan eljuthassanak az univerzum közepébe, hogy megtalálják a válságos állapot forrását. Eközben a Földön Power girl a gonosztevők csoportosan próbálták meg elfogni, mikor megjelent a Föld 2 Superman. Rég találkoztunk, kuzin. Nagyon régen. A Daily Planet épületében Clark miközben a saját haláláról szóló régi újság címlapot figyelte, ráébredt arra, hogy Batmannek igaza volt azonnal jelmeztöltött és indult, hogy visszafogja a gonosztevőket. A gonosztevők titkos társasága ugyan még nem járt sikerrel, pszichokalóz jelezte Lutornak, hogy Power Girl sikeresen megszökött valakivel. A lány azért lett volna számukra fontos, mivel a társaság tudomása szerint nem ide valósi. Lutorn nyugtázta, hogy Black van szükség. Eközben a sarkörön egy másik Lex teljes testpáncélban ácsorog a fagyban. A ruhájelvő kommunikátor fogta a gonosztevők titkos társaságának rádiójelét. Nem értette, hogy tud bárki is az ő nevében tevékenykedni, különösen zavarta, hogy nem bírt gondolkodni. A földkettes Superman elvitte Power girl erre a helyszínre, a páncélozott Lutortól nem messzire. Ez egy magány erődje volt. A lány itt találkozott elsődleges Superboyjal és Alexander Luthor Juniorral. Luthor Junior megállapításai szerint Power Girl, vagyis Kara Zor-El valóban unokatestvére Supermannek, ha úgy tetszik ő Supergirl, csak egy másik világból, még a végtelen világok krízis előttről. A Földketes Superman elmagyarázott mindent. Még az idő kezdetén, évmilliárdokkal ezelőtt egy lény az óáról visszatért a végtelenbe, hogy felfedezze a teremtés eredetét, hogy megtanulja az univerzum létrejöttét, megtanulja, miért létezik. De elbukott. És az őrületes tettének következtében vele együtt romlott meg a kozmosz állapota. Egy univerzum helyett egy multiverzum jött létre. Végtelen párhuzamos világok, többük hasonlítanak, többük furcsán eltérőek mind ugyanazt a teret töltik be, viszont más-más frekvencián rezegnek. Két párhuzamos univerzumban a Krypton bolygó felrobbant, enemes világok utolsó fiai a földre kerültek. Az egyik földön én, Superman voltam az utolsó fiú, akit Kal-Elnek hívtak, és te Kara, te voltál Krypton utolsó lánya. Egy párhuzamos földön, ami hasonlított a miénkhez, superman Kal-Elnek hívták, és az ő unokatestvére Supergirl volt. Az én földem szülte az első generációs szuperhősöket, az amerikai igazságszövetséget. A földkettes acélember elmagyarázta, hogy a két világ szélvésze, Barry Allen és Jay Garrick találkozásával kommunikált először egymással a Föld 1 és a Föld 2 hős csapata, amikor lezajlott a végtelen világok krízise, a multiverzum egyé olvat egy földé, így egy idő folyam működött csak, nem volt több párhuzamos világ. Azok a személyek, akiknek voltak párhuzamos változataik, azok lassan megsemmisültek. A Föld 2 Superman, elsődleges Superboy, Alexander Luthor Jr. segítségével nemhogy megúszta, de az ő Lois lényét is visszahozta az életbe, vagy egy általuk kialakított helyen kezdtek élni, és nem zavarni az új Föld működését. Az a hely, ahol most voltak, az a Föld 2-es pontos mása. Az acélember megmutatta neki a kedvesét, Lois-t, aki betegen feküdt. Kalel elárulta, hogy a fő ok, ami miatt segíteni akar ezen a földön, mert mióta tart ez a sok furcsa rossz dolog az univerzumban, Lois haldoglik. A Holdra ekkor megérkezett Booster Gold a 25. századból. Elégedetlenül nyugtázta, hogy nem tudta megakadályozni az őrtorony robbanását. Gatemben Joker szomorúan állapította meg, hogy őt a kontrollálhatatlansága miatt nem vették be a gonosztevők titkos társaságába. Power Girl, mikor megérintette Lois kezét, sokszerűen újra emlékezett előző életének nagy pillanataira is. Batman a denevér barlangban feszült lett, különösen mikor testvérszem megjelent a monitoron, és teremtőjének, a sötét lovagnak elárulta, hogy mesterséges intelligenciaként arra az elhatározásra jutott, hogy kiírtja az emberiségre veszélyes személyeket, akik mind hasonló indítatásúak, mint Wonder Woman, aki képes volt megölni mindenki előtt Maxwell Lordot. A Föld 2 Superman elmagyarázta Power Girlnek, hogy az, hogy mennyire sok rossz dolog történt az új Földön, az a megállapítása ezzel a kapcsolatban rossz földet mentettek meg a végtelen világok krízise során. Ugyanis az itt élő hősök gondolatokat másítanak és embereket ölnek. Azért, hogy Lois meggyógyulhasson, újra kell alkotniuk a Föld 2-t. Atlantis is háborúban állt a gonosz tevők titkos társaságával, ám a harcot a szellem félelmetes látványa szakította meg. Temüszkirán az Omega androidok támadása odáig fajult, hogy az amazonok nem tudták már megvédeni magukat. Batman mérgében a Batcomputernek vágta a székét, sokkot kapott, hogy kicsúszott a kezéből az irányítás, és testvérszemet sem tudja megállítani. Ekkor egy ismerős hang szólította meg, azonban nem az a Superman volt, akit ő eddig ismert. A Föld Superman jött hozzá, hogy felajánlja számára, hogy van egy lehetőség, amivel ez a káosz megfékezhető. Power Girl elsődleges Superboy kérdőre vonta, hogy egyáltalán segíteni fog-e nekik a Föld kettő visszahozásában. Karan nem nagyon tudott erre mit mondani, viszont a fiú kikelve magából közölte, hogy már pedig ez a mostani föld tele van borzasztó emberekkel, nem kár értük, különben is Irilli az ezen a földön élő kanerkent életét, aki sikeres most már a magánéletében életében is. Elsődleges szuperbolynak még ez sem jutott a saját világában. Azért, hogy Power Girl jobb belátásra bírja, odaadta Lois naplóját, hogy olvasgassa. El Superman megakadályozta egy épület leomlását. Ebben a káoszban bukkant rá egy Hémi fiú, egy kék skarabeusz bogára hasonlító tárgyra. A 2682-es űrszektorban a hősök az univerzum középpontja felé haladva újabb robajra lettek figyelmesek, tudták, hogy harc vár rájuk. Wally West -E épp párjával gyermekei kédes látványában fürödtek, mikor látta a hírekben, hogy micsoda káosz uralkodik a nagyvilágban azonnal felvette vörös jelmezét és megindult elképesztő sebességgel, hogy flashként segítsen ott, ahol tud. A Föld 2 -e közben elmagyarázta Batmannek, hogy az a földkettő, 2, amit visszahoznának egy olyan világ, ahol Gatem már nem hemzseg a bűnözéstől, az ottani Bruce Wayne megházasodott és született egy lánya, a sötét lovag elbizonytalanodott, mire a kriptoni hős kifejtette, hogy a Föld 2 akkor pusztult el, mikor a Föld 2 származó Batman meghalt, amiről feltételezni lehet, hogy ez egy kiváltó ok lehetett a világa pusztulásának. Kalel közölte, hogy ha Bruce vele tart, akkor mindig az oldalán fog harcolni. Wonder Woman előtt megjelent Pallas Athéné, akinek aggódó tekintetéből tudta, hogy Temüsz királyról távoznia kell, neki nem ez a sorsa, hogy itt harcoljon. Amint a levegőbe emelkedett, a sziget az amazonokkal és az androidokkal együtt a víz alá süllyedt. Lex Luthor a páncéljának jeladóján figyelte, hogy Black Adam épp a gonosztevők titkos társaságának kommunikátorán tesz jelentést, azonban egy olyan Lex Luthornak, aki öltönyben osztja a feladatokat. Luthor megtalálta a jelforrását a sarkvidéken, pontosabban abban a bizonyos magány erődjében, ahol kérdőre vont a hasonmását, azonban az a kezéből kozmikus energiát generálva leterítette a gonosztevőt. Batman rájött, hogy egy olyan Superman, amelyiknek hatalmában áll egy bolygót elpusztítani, annak egyáltalán nincsenek jó szándékai, így elővette azt a kriptoni gyűrűt, amit a saját acélemberétől kapott. A Föld 2 Supermanre azonban nem volt hatással, mivel nem a saját kripton bolygójáról származik az anyag. Egy főlátással tönkretette a gyűrűt, majd távozott. Luthor ledöbbent, mikor felfedte magát előtte a hasonmása, aki Alexander Luthor Jr. volt a Föld 3-ról. Mielőtt észbe kaphatott volna, elsőleges szuperboly megkísérelte leütni, de Lex még időben elteleportált a páncéljából. Batman amint feltárta az őrtorony fekete dobozát, kiderült számára az igazság, hogy ki okozta ezt a káoszt. A marsbéli fejvadász nem halt meg, hanem elsőleges szuperboly eszméletlen állapotba küldte a hőlátásával, majd Alexander Luthor Jr. parancsára megsemmisítette az őrtornyot. Power Girl eközben visszament a magány erődjébe, hol egy hatalmas tornyot talált az uttal, ami félig hasonlított a végtelen világok krízise során megismert antimonitorra. Az eszközre volt rögzítve a marsbéli fejvadász még több nagy erővel rendelkező hőssel és gonosz tevővel egyetemben. Kara alig, hogy megpróbált neki segíteni, elsődleges hogy leterítette őt is mérgében. Eközben a gonosz tevők titkos társasága Kemót lehajtották Bloodhaven felett, atomrobbanás rázta meg a várost. Power Girl nem értette, hogy Alex és Superboy miért nem keresnek együttműködési lehetőséget, viszont elárulták, hogy régóta figyelik ezt az univerzumot, és Lois gyengülésével esélyt kaptak arra, hogy közbe is avatkozhassanak a dolgok menetében. Elsődleges Superboy így szerezte meg az Antimonitor holttestét, amiből épült a torony. Alex így vette fel Luthor alakját, hogy a titkos társaságával összeszedjék azokat az embereket, akiknek az ereje elég ahhoz, hogy a torony működésbe léphessen. Pszichokalóz az egyetlen, aki emlékszik még a végtelen világok krízisére, így ő is segített nekik abban, hogy eklipszótól megszerezzék a fekete gyémántot, manipulálhassák a szellemet, aki emberi lélek hiányában bosszú álló hagyjáratot hirdetett a mágia ellen. Ennek következménye lett, hogy Shazam varázsló meghalt, és a mágia innentől egy durva, egyszerű valami lett, ahelyett, hogy a káosz és a rend szemben szólt volna. Shazam ereje ebben az új mágiában öltött testet, ami szintén a gép szolgálta. Alex Luthor Jr. volt az, aki tovább fejlesztette testvérszemet egy önálló programmel, ami gyakorlatilag élni kezdett önállóan. Testvérszem újra feltérképezte így a multiverzumot, elsődleges Superboy pedig két bolygó összekoczontásával kirobbantotta a Rán háborút. Alex és Superboy egy földet akartak újra teremteni, de nem a föld kettőt. Az egészet egyik Superman sem láthatta az erődön kívül, mivel annak kristálya mindent leárnyékolt, ami belül zajlott. Power Girl teljesen kifakadt, Luthor Junior eszméletlenre csókolta, majd elengedte a kriptoni fiút, aki tenni akart egy kis kitérőt, míg megkezdik a végső munkálatokat. Blood Batman rátalálta egy szárnyra a robbanástól nem messze. A megtört denevér az őrtorony fekete dobozát mutatta fel neki, és egykori partnere segítségét kérte. A földkettes Superman visszatért az erődbe, hogy kedvese mellett lehessen. Az acélember szomorúan állapította meg, hogy az újföldön élő Batman megtört, minden más hős pedig veleig romlott vele együtt, leszámítva észárnyat, aki kinőtte Robin szerepét. Ő rajta nem látta ezt, hiába volt Alex meggyőződése, hogy ezen a földön a hősök is romlottak. Loisnak órái voltak hátra. Luthor Junior annyit mondott, hogy lassan elkezdik a Föld 2 visszahozását, viszont Karel addig legyen végig szerelmével. Eközben a Kent Farmon megjelent elsődleges szuperboly, aki Kanar állt és sértődött gyerek módjára rátámadt, mondván, hogy ő nem lehet az igazi Superboy, mert ő csak egy klón. Eközben El paso Gold rátalált Heimi rice akihez került a Ted Kord kék skarabeusza. Megdöbbent, mikor közbeavatkozása ellenére megváltozott a jelen azzal, hogy a fiú gerincére kapcsolódott a skarabeusz. Gold nem tudta, miért van ez. Elsőleges Superboy keresztül Superboy Smallville-en, mikor kriptóba belerugott, Kaner innentől nem tudta tűrtőztetni magát. A denevér barlangban Batman kifejtette, hogy két acélember van, akik a saját világuk helyére akarnak teremteni egy újat és nem kizárt, hogy közük van ehhez a káoszhoz, ami kialakult az univerzumban. És szárny rögvest útnak indult az egyik batplane Superboy egyáltalán nem tudta felvenni a versenyt az elsődleges superboy így a titánok vészívóját használva megjelentek a titánok, a végzetőrjárat és az igazságszövetség is. Eközben egy gatami hullaházban Krisztus ellen rendőr holteste életre kelt. A szellem büntetésül, mert hagyta magát lóvá tenni, a felette álló jelen való, Isten az ő testébe száműzte őt, hogy szellem újra gazdatestben vezekeljen tetteiért. Elsőleges Superboy is gyerek módjára tombolt Keystone city ám a fiú keményökre leszakította Panta fejét, mikor az hülye gyereknek nevezte. Ekkor az összes hős teljes erővel támadta Kriptoni figura, aki hisztérikusan közölte ellenfelével, hogy ő ezt nem is akarta megtenni, ők teszik őt olyan veleig romlottá, és újabb és újabb hősök estek áldozatául a fiú képességeinek. Ekkor Wally West, a Flash, Bart Allen, Kölyök Flash és Jay Garrick az eredeti Flash megragadták elsődleges Superboyt, és elkezdtek szaladni vele minél messzebbre, hogy ne ártson senkinek. A tempót Jay már nem bírta, így a két ifjú szélvész folytatta az utat, hogy a sebesség erő egy kinetikus dimenziójába zárják a kriptoni fiút. Volit ekkor elérte a vég, átlépte a korlátait. A Flash alakja megjelent kedvese, Linda Park előtt otthonukban, aki épp a gyerekeikre vigyázott. Voli elbúcsúzni kívánt tőle, de Linda gyerekestül vállalta, hogy ahová Voli most jutni fog az ereje miatt, oda követni fogja őt a családja is. Egy villámcsapás következtében a West családnak nyoma veszett. Kölyökfeles egyedül rohan tovább a kryptonival és próbált maradni a tervnél, ám mielőtt elsődleges szuperboly ellen támadhatott volna, megnyílt mögötte egy portál, amiből egy ismerős alak mászott elő. Bart, nem vagy ám egyedül! Barry ellen a világ leggyorsabb embere volt az. A Flash, majd Johnny Quick és Max Mercury. Elsődleges szuperboly nem tudott menekülni. Nem állíthattok meg! Amint felnövök, szuper leszek. Hát nem értitek? Szuper leszek! A Föld 2 magányerőgyét körbevették az Omega Androidok, majd Luthor Junior Black Adam villámaival működésre bírta a tornyot. Hirtelen a 2814-es szektorban, a Rantanagar háború közepén kialakult viharban megkezdődött egy új föld születése. Hirtelen több hős eltűnt a Föld bolygóról, ahogyan a Földkettes Superman és Lois is. Az idős acélember fellélegzett, mikor meglátta a Daily Star épületét. Itt vagyunk, Lois! Hazatértünk! Mr. Tökéletes megállapította, hogy a tőlük nem messze létrejött Föld megjelenésével az igazságszövetség tagjainak jelentős része eltűnt, ráadásul abba maradtak a zavargások. Batman szembe találta magát Booster Goldal és helyimivel. A jövőbeli hős elárulta, hogy a jövőbeli történelemkönyvekből tudja, hogy mi fog történni, és azért van itt, hogy segítsen. Azzal, hogy Heimi gerincére került a Skarabeusz, jelenleg ő az egyetlen ember a Földön, aki az új kék bogárként képes lokalizálni testvérszemet. Eközben Lex Tutor megtalálta Kanörkent, Superboy termét, ahol épp gyógyították sérüléseiből. Luthor sajnálta a fiút, mivel részben az ő vére is, ezért a srác nadrágja zsebébe egy kriptoni kristályt, amit majd később még használhat valamire. A Föld kettőn az acélember és Lois visszaemlékeztek fiatalkorukra, a régi szép időkre, mikor Lois váratlanul összeesett. Kalel elkapta őt. A nő utolsó szavaival próbálta elmondani, hogy bármit is látott, tett, a dolgok nem úgy fognak végződni, ahogy akarták. Az idős acélember ember keserves sírásától az ablaküvegek is betörtek. Bostonban Wonder Woman próbált az anarchikus megmozdulásokat csillapítani, mikor megjelent a láthatatlan repülőjén a Föld 2 Wonder Woman, aki közölte vele, hogy a világa jövője az ő kezében van. Superman meghallotta a Föld 2 változatának sírását és oda repült hozzá, hogy megtudja, mi történt. Az idős kriptoni kikelt magából. Ez is a te hibád, nem igaz? Magaddal hoztad a romlottságot! Terjeszted, mint a pestist! Te! Megölted a feleségem! A Föld 2 Metropolis hirtelen a két Superman csataterévé vált. Luthor Jr. a műszerén keresztül együttérzés nélkül fogadta a Föld 2-es halálát, akiről tudta, hogy így is meg fog halni. Eközben a Föld 2 Wonder Woman az újföldi megfelelőjének elárulta, hogy mivel ebben a káoszban odavesztek a görög istenek, odavesztek az amazonok, és most jó lenne, ha nem a tökéletes kellene játszania, hanem megmutatná az emberi oldalát is, mivel Supermannek szüksége van a segítségére. Wonder Woman azonnal a Föld 2-re repült, és lasszójával elkapta a Föld 2 es hogy rávegye arra, hogy mindent elmondjon, miért teszi mindezt. Nem kell a mágikus lasszót, hogy igazat mondjak. Az én földemen így szoktuk és az igazság az, hogy a te igazságliget kimosta az ellenségeit a kagyát. A Batmaned építette egy műholdat, ami hadsereget alkotva megölt tucatokat. A te Wonder Womaned megölte Maxwell Lordot. És a legrosszabb, te Superman, hogy mindezt megakadályozhattad volna. Kellett volna. Ahelyett, mikor az univerzumnak kellettek a legnagyobb hősök, nem akartatok összeállni. Megvolt a lehetőséget, hogy a Földetből egy tökéletes világot csinálj. Megvolt rá az esély, és te elszúltad. Ezért jöttem ide. Ezért halt meg az én Loisom. Ha erről a Földről származol, nem lehet tökéletes. Mert egy tökéletes Földnek nincs szüksége szupermerre. A, a tökéletes Föld. Istenem, sose. Sose volt az. Az idős kriptoni mélyen magában nézett, és Lois testéhez repült, mikor ráeszmélt, hogy Alexander Luthor Jr. csúnyán átejtette őt. Alex elárult a pszichokalóznak, hogy azért volt szüksége a Föld 2 Supermanre, mert valamiért a multiverzum működése voltaképp Superman létezéséből fakad. Minden Supermanből indul ki. A torony használatával pedig így hirtelen már nem csak a Földkettőt láthatták a hősök az égen, hanem az összes párhuzamos Földet. A káoszban való leterheltség miatt észer nem tudta összehívni a titánokat, viszont Superboy megjelent előtte, aki felmutatta a Lutortól kapott kristályt, amivel lehet meg tudják akadályozni ezt a szörnyűséget. Eközben Tokióban egy nagy sárga villanás rázta meg az embertömeget. A Flash jelent meg néhány pillanat erejéig, és az egyik hőst, Kimiót megragadta a kezénél, és közölte vele, hogy nem tudták elsőleges Superboyt visszafogni, kiszökött a sebesség erőből. Ted Kort bogárhajóján utazva Batmanék rátaláltak testvérszemre, aki rájuk küldte az Omek androidokat. Luthor Jr. a toron segítségével próbálta megtalálni a tökéletes világot úgy, hogy földeket olvaszt egybe, de nem járt sikerrel. Superboy a -Szárny és szárnyes Wonder Girl betöltek az erődjébe és lefegyverezték pszichokalózt. Black Adam, mikor kiszabadult, azonnal végzett vele, ám elsődleges Superboy egy antimonitorra hasonlító páncélban felbukkanva elütötte az első bajnokát. Alexre förmett, hogy az elütött Black adam ellentétben ő még miért nem került vissza az eredeti földjére, mire Luthor Jr. kifejtette, hogy a Kryptoni fiú eredeti valója valamilyen úton megváltozott, mióta elszakadt a saját világától. Elsődleges Superboy követelte, hogy találja meg neki a tökéletes világot, az első földet. Miközben Batman megpróbálta testvérszem szatelitjét kiiktatni, Luthor Jr. tornyát épp a titának próbálták sem megesíteni. Elsődleges Superboy épp rátámadt volna amikor amikor Superboy elkapta őt hátulról. A sötét lovak sikeresen kiiktatta testvérszemet, majd Hell Jordannel megindultak a földre, a magányerődjéhez. Elsőleges Superboy nem fogta vissza magát. Úgy megütötte Wondergirl, hogy Kaner nem tudta tűrtőztetni magát, mérgében megragadta ellenfelét és nekirepült vele a toronynak, ami annak hatására felrobbant. A romok közt a titánok megtalálták Superboyt. Már nem tudtak rajta segíteni. A legendás hármas csak magukat hibáztatták, mert nekik itt kellett volna lenniük, mégsem voltak. A zöld lámpás Hal Jordan közölte, hogy a gyűrűje jelezte számára, hogy a társaság kiuttatott ez idő alatt minden gonosz tevőt a börtönből, és háborút indítottak Metropolis ellen. Alex terve az volt, hogy mivel nem tudják ezt a földet kicserélni, ezért inkább meghódítja azt. Elsőleg a Superboy kikelt magából, hiszen ő a saját világát akarta visszakapni. Luthor Jr. ugyanakkor megerősítette, hogy változás állt be ennek a földnek az összetételét illetően. Wonder Woman újra visszatalált a helyes útra, és új alakult az igazságligája. Batman továbbra is védelmezi Gatemet, miután kiderült, hogy kikölték meg a szüleit. Superman előéletével kapcsolatban meg megjelentek újabb események az időfolyamban. A két Superman leütötte végítéletet, majd mikor elsődleges Superboy végzett volna Wonder Girl-lel, megjelent a Flash. Pontosabban Bart Allen, az egykori kölyök flash, aki a sebesség erőből visszatérve Tokióban kötött ki korábban, hogy figyelmeztesse őket, viszont annyira elájult, hogy csak most ébredt fel. A kriptoni fiú arra az elhatározásra ütött, hogy az univerzum közepébe utazik az Oára, hogy elpusztítsa az univerzumot, és azzal újraalkossa azt úgy, hogy ő legyen az egyetlen hős ebben a világban, vagyis olyan világot teremtsen, amiből ő származik. Luthor Jr. egy energianyalábbal megpróbálta megölni batman de észárnya sugár útját állta, súlyos sérülésekkel hullott a földre. Az oana Guy Gardner vezetésével a zöld alakulat igyekezte feltartani, mikor a két Superman elsodorta a fiút egyenesen az egyik csillagba. A romok közt Batman teljesen megbőszült, leütötte Luthor junior és egy pisztolyt szegezetre. Tudom, hogy Superman mind megy most keresztül. Nem ezt érdemli. Superboy sem ezt érdemelte. Te mit érdemelsz? Wonder Woman a földre dobta kardját és rászólt a sötét lovagra, hogy ne tegye, mert Maxwell Lord megölése sem oldotta meg a problémákat, ahogy ezt sem fogja megoldani. Ekkor omlásnak indult a tetőszerkezet és egyenest Alexre borult. Bruce és Diana azon gondolkodtak, vajon Alex szándékosan tette ezt. A két acélember ember elsődleges Superboyt keresztül az egykori Krypton bolygó vörös napján, majd lezuhantak Mogóra, az élő bolygóra, ahol elképesztő ökölharc vette kezdetét. A fiú a saját hőlátásának elvesztésekor vette csak észre, hogy a vörös nap elvette a képességeit. A földkettes Superman nagy erővel húzott be a fiúnak, aki elborult és véresre verte az idős szuperhőst. Azt mondtad, hogy a föld sötét és romlott. Láttad megtörténni, láttad semmivé válni az áldozatunkat. Miattuk halt meg, Lois! Miattuk halt meg a földem! Meg kéne értened, miért teszem ezt! Ekkor az újföldi ifjú Superman ragadta meg a fiú kezét. Megérteni, Superboy! Elpusztítasz mindent és mindenkit, hogy milyen is legyél. Különleges, szükséges. Az acélfiú egy kriptonit darabot megragadva képen vágta Clarkot, mivel tudta, hogy az ebbe az univerzumba tartozó kriptonit csak rá van hatással. Különleges vagyok. Én vagyok az egyetlen, aki helyre rászhatja ezt a mocskos univerzumot. Én vagyok az egyetlen, aki tudja, mi a helyes. Én leszek. A legnagyobb hős. Amint meghaltál, én leszek Superman. Ekkor Clark megragadta a fiú ruháját és letépte róla az Elház szimbólumát majd elrúgta őt. Soha sem leszel Superman. Fogalmad sincs, mit jelent Supermannek lenni. De igen, Kryptóról származom. Jobbról, mint a tied. Nem az számít, hol születtél, hogy milyen erőd van, vagy mi van a melkasodon. Fogd be! Superman végül földre vitte a fiút, de a kryptonit törmelékek egyre nagyobb akadályt jelentettek számára. Az számít, mit teszel. A tettek számítanak. Pont ebben a pillanatban ért a helyszínre a zöld lámpás alakulat, megsemmisítették a kriptonitokat, körbekonstruálták az őrült kriptoni fiút, majd Power Girl szaladt oda a haldokló földkette Supermanhez, aki megértette végre, hogy Lois mit üzen neki utoljára. Nem ér véget. Számunkra soha nem ér véget. Lois. A következő napokban megkezdték Metropolis újjáépítését. Bart Allen közölte a Jay Garrickkel, hogy a sebesség erőben éveket töltött, mire visszatért, és az összes benne szúnyadó energiát arra használta, hogy legyőzze elsődleges Superboyt. Ennek köszönhetően nem képes már arra, hogy szélsebesen rohanjon, így Gerik lett újra a világ leggyorsabb embere. Eközben Gatemben egy ismerős harc, Luthor Junior háborgott az esőben, a helyi újságot olvasva. A hősök megmentik a földet. Ostobák. Nincs megmentve, de meg lesz. Új terv kell hozzá. Megkezdtem a számításokat. Fényesebbé teszem ezt a helyet. Tökéletessé. Ki van ott? V várj! Segítség! Valaki! A Joker alakja mellett egy másik ismerős gonosztevő Lex Luthor tette tiszteletét. Ó, Alex. Sok hibát vétettél. Alábecsült egy Superman-t. Engem. De a legnagyobb? Ne, kérlek! Nem hagytad a Jokert játszani. <laughs> Most ki a hülye? Clark, Bruce és Diana eldöntötték, hogy most, hogy a világ egy jobb hely lett, úgy döntöttek, hogy egy időre félreteszik a jelmezt és egy időre felhagynak a hősködéssel. Azokkal lesznek, akik számukra a legfontosabbak. Az OAN a zöld lámpások készültek arra, hogy megemlékezés keretében mondjanak búcsút elhunyt bajtársaiknak, miközben 15 lámpás állandó felügyelet alatt tartotta a bebörtönzött elsődleges szuperbojt, aki egy zöld konstrukcióban tartva lebegett egy vörös nap körül. A fiú belekarcolta melkasába az elház jelét, tekintete árulkodó volt abban, hogy nem törődött bele sorsába. Ki akar jutni onnan? Hé, hey, szeretnél menő ruhákat? Van mindenféle. Képregényrajongóknak van pókemberes, végjátékos, Deadpoolos, Eroverzes, Batmanes és még Star Warsos is. De ha te esetleg az animékért vagy inkább oda, neked is van valamink a számodra. Ez az Istenek nyelve! A leírásban található második linken ugyanis animés ruhákat is találhattok. Van ott Jojo-s, Naruto-s, One Punch Boku no Hero Akadémiás és még sok másféle animés ruhadarab. Szóval, ha valamelyik megtetszett, ne habozz, kattints a leírásban található linkekre. Hé, hey, szeretnél menő ruhákat? Van mindenféle, képregény van pókemberes, végjátékos, Deadpoolos, eróverzes, Batmanes és még Star Warsos is. De ha te esetleg az animékért vagy inkább oda, neked is van valamink a számodra. Ez az Istenek nyelve! A leírásban található második linken ugyanis animés ruhákat is találhattok. Van ott Jojo-s, Bokunó Vampáncsmenes, Hero Akadémiás és még sok másféle animés ruhadarab. Szóval, ha valamelyik megtetszett, ne habozz, kattints a leírásban található linkekre!